Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A lejáró orosz gázszerződés helyébe tavaly októberben újabb hosszú távú megállapodást kötöttek évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítására, amiről a választási kampányban tulajdonképpen valótlanul azt mondták, hogy biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását. Bár a szerződést titkosították, a KSH külkereskedelmi adataiból megállapítható volt, hogy az MVM két hónapos csúszással lényegében annyiért vásárolja a gázt a Gazpromtól, mintha a holland gáztőzsdén venné. Miután már nem volt fenntartható az olcsó orosz gázról alkotott mellébeszélés, miniszterelnök úr is elismerte, hogy az orosz tarifa a rotterdami tőzsdei árakhoz van kötve, és Brüsszelt okolta azzal, hogy az oroszokkal nem lehetett fix áras szerződést kötni. Az EU versenyjogi előírása azonban nem változtat azon a tényen, hogy végig hazudták a kampányt, különben nem tudtak volna rezsicsökkentéssel választást nyerni újra. A holland TTF tőzsdei jegyzések augusztusban tetőztek, amikor megawatt óránként 340 eurót kellett fizetni a gázért. Tekintettel arra, hogy az európai gáztárolók időközben megteltek, és az őszi időjárás is kedvezően alakult, a gáz ára a harmadára esett vissza. November 1-én megawattóránként 120 euró körül mozgott. Külügyminiszter úr november 3-án egy sajtótájékoztatón megnyugtatott mindenkit, hogy a jelenlegi alacsony gázárak a magyar beszerzési árakban is tükröződni fognak. Kérem válaszukat azzal kapcsolatban, hogy tervezik-e ennek megfelelően a 753 forint per köbméter lakossági piaci ár csökkentését, vagy legalább a TORZ adatok alapján meghúzott havi 144 köbméter átlagfogyasztási mérték megemelését. Válasza különösen azt a 1,5 millió magyar embert érdekli, akiknek a családi költségvetése az Intrum nevű követeléskezelő cég adatai szerint télen be fog dőlni, illetve súlyos veszélybe kerül. A leginkább érintettek a kádárkockák lakói, akik közül sok a rokkant, öregségi nyugdíjas és a munkanélküli. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. A kérdésre Koncz Zsófia államtitkár asszony válaszol. Önnél szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Amikor önök bejutottak az országgyűlésbe, akkor a pártelnökük konstruktív ellenzékiséget ígért. Azért azt szeretném kiemelni, hogy az előző felszólalása nem a konstruktivitást jelentette, amikor többször azt mondta, hogy hazudott a kormány. Ezzel kapcsolatban szeretném tisztázni a helyzetet, mert azt gondolom, hogy félreértelmezi a gázáraknak a helyzetét. A háború kitörésekor február 24-én a gázára ugyan némileg emelkedett, de beállt egy állandó 100 dollár körüli szintre. A meredek emelkedés onnantól kezdődött, amikor bejelentették az olaj- és gázembargó tervét. A gázára 2021-ben 48 euró per megawatt óra volt, a háború kitörésénél 129 euró, a szankciók lebegtetése után 171 euró, majd az olaj- és gázszankció bejelentése után nyáron 350 euró lett, ez több mint 7-szeres emelkedés. Az Európai Unió egyértelműen rosszul járt a szankciókkal, mert a gáz felhasználásának a 40%-a származott eddig Oroszországból. Ezt a mennyiséget nyilván máshonnan kell pótolni, az is jól látszik, hogy Kína jól jár a jelenlegi helyzettel, illetve hát természetesen az Egyesült Államok is, ezt még Macron francia elnök is sérelmezte. A gázárakat illetően most átmeneti nyugalom van, de ennek az az oka, hogy az Európa által elfogyasztott gáz nagy mennyiségét nyáron betárolták, minden ország ezen dolgozott. Az is nagy dolog, hogy mi is gyakorlatilag már több mint 86%-ban be tudtunk tárolni, és ez egy nagyon nagy biztonságot jelent az ország szempontjából. Én arra kérem képviselő urat, hogy a jövőben is ezeket az intézkedéseket támogassa, és dolgozzunk azon, hogy Magyarország energiállátása biztosított legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.